Harmadik alkalommal szervezte meg pályorientációs kalandőrület című vetélkedőjét a Tolna megyei szakképzési centrumhoz tartozó Vályi Péter szakképző iskola és kollégium, a Tolna megyei szakképzési centrummal és a Tolnáért Tolna megyei térségfejlesztési non-profit közhasznú Kft.-vel közösen. A játékos csatlakozott a Dombóvári evangélikus általános iskola is egy csapattal. A játékban résztvevő végzős diákokat a Tolna megyei közgyűlés elnöke Fehérvári Tamás is meglátogatta. Szerintem a legnagyobb sikere az, hogyha megnézzük Tolna megye munkaerőpiaci adatait, akkor azt látjuk, hogy hasonlóan az országos adatokhoz képest jelentős mértékben csökkent az álláskeresők száma, jelentős létszámba csökkentek a munkanélküliek száma, és ehhez az kell alapjába véve ezt, amikor kitaláltuk és nekiláttunk, akkor gondoltuk, hogy az utánpótlást kell megfognunk, azokat a diákokat, akik bekerülnek a középiskolai oktatásba, és egyelőre még nem rendelkeznek stabil pályaválasztással, ezeknek a fiataloknak szántuk ezt a programot, és ehhez kerestünk partnereket. És azóta is csináljuk, ez tulajdonképpen már bő 5 éve zajlik, és folyamatosan csökken a megye munkanélküliek száma, ami azt jelenti, hogy valószínűleg az itt képzett, itt szervezett fiatalok bekerülhetnek a munkaerőpiacra. Ez egy jelentős cél és jelentős feladat, továbbra is szeretnénk csinálni, és azt gondoljuk, hogy a fiatalok számára is ez rendkívül hasznos, hiszen megtudják azt, hogy mi a felelősség, mi a munkához való viszony, megtudják, hogy mik az értékek, és esetleg ötleteket kapnak, hogy majd, amikor odaérkeznek a tényleges választáshoz, akkor milyen irányba kapizsgáljanak és mit válasszanak. A diákok egyöntetűen elmondták, nagy élmény és egy útmutatás is volt számukra a vetélkedés, amelynek fő célja a szakképzésben rejlő lehetőségek ismertetése, valamint a pályaválasztás elősegítése volt. Kicsit hosszú volt, de jól éreztem magam annak ellenére, hogy voltak nehéz feladatok és könnyű feladatok is. De összességében nekem tetszett ez a nap. Mit tanultál a mai napból? Én azt tanultam a mai napból leginkább, hogy soha nem lehet feladni, a feladás nem egy megoldás, hogyha van néha, amikor fel kell adni valamit, például most, hogyha jó szakmát akarunk, most így a szakma irányába kitérek, hogyha jó szakmát akarunk, technikumba akarunk tovább tanulni, akkor le lehet arról mondani, hogy egyetem, mert nem biztos, hogy kell ahhoz az egyetem, hogy jó szakma lehessen a tanulásból, vagy esetleg sok pénzt lehessen keresni. Segített egy picit abban, hogy kitaláld, merre akarsz tovább menni? Igen, de nekem már megvoltak az elképzeléseim, feladatok nagyon jók voltak, a csapat nagyon jó, és én jól éreztem magam. Ez a fontos egy ilyen játékban, hogy jól érezd magad? Hát persze, igen, ez a fontos szerintem, ugyanis ennek az épp az a lényege, hogy megtaláljuk, hogy hová szeretnénk menni tovább tanulni, aki még esetleg nem tudja, meg csapatépítő feladat. Én nagyon jól éreztem magam is. Kicsit fárasztó volt, de jó volt. Ez egy jó csapat? Hát szerintem ez egy jó csapat, én jól éreztem magam velük, jó társaság, legtöbben jobban is vagyok, szóval nekem az a nap nagyon tetszett. Ha föl kell készíteni jövőre egy csapatot, akkor mik azok a szempontok, ami alapján nekiálltok? A kreativitás, a talpra esettség, hát kell tudjon gondolkodni. Szerintem ennyi elég. Úgy legyen ügyes, ez számít. Megérezze jól magát. A pályaorientációs kalandőrület főszervezője, fő támogatója a Tolnáért Tolna megyei térségfejlesztési non-profit közhasznú Kft. Az ügyvezetője elmondta, hogy aki szakmát választ, sikeres életpályát valósíthat meg. Pont partnereink kapcsán például a szexuális szakképzési centrummal végzett közös rendezvényeinken eleget hallottuk róla, illetve az előkészületi munkában is azért ismereteket kaptunk meghívások alapján arról, hogy mi lesz az új szakképzési törvény, mit tartalmaz és milyen lehetőségeket. Illetve most már, hogy egy éve működik, látjuk azt, hogy tényleg akik ebben az irányban akarnak tovább tanulni, szakmát választanak, egy korábbi időszakhoz képest köszönő viszonyban sincs, amilyen lehetőség egy fiatal számára adódik. Tehát aki most szakmát választ, vagy szakmákat később, az egy olyan sikeres életpályát valósíthat meg, ami korábban elképzelhetetlen volt. Ugyanakkor egy kis szorgalommal az ösztönzések mellett, nyilván a szakma mellett érettségit szereznek ezek a fiatalok,
az érettségi után benn maradva a technikumi végzettséget, és hát az sem abszolút kizárt, sőt nyitott a pálya, csak az egyéni erőfeszítések és célok határozzák meg, aki a szakirányú egyetemet vagy főiskolát is tud végezni. Tehát azért ez egy akkora lehetőség, és nyilván, ha a szülők ezt, és minden többet kell erről tájékoztatni a szülőket, hogy érezik azt a különbséget, ne legyen benne az a korábbi gyakorlat, hogy ipariba megy a gyerek, és tulajdonképpen lezárul a tanulása itt a szakma végzésével, hogy ez egy egészen más lehetőség, és igenis szakképzett, modern tudással, piacképes tudással rendelkező fiatalok kerülhetnek ki ezekből a szakképző iskolákból.